Több mint 15 diák és 4 tanár érkezett a napokban Miskolcra a Debreceni Egyetem építészmérnöki karáról. Az egyhetes építőtáborban 3 installációt készítenek a hallgatók és tanáraik. Ezeket Mélyvölgy területén helyezik majd el, a tervek szerint szombatra készülnek el a művek, amelyeket bárki megtekinthet majd az Avason sétálva. Itt vannak a kezemben a látványtervei a különböző installációknak. Ezeken a papírokon láthatóak azok az installációk, amelyekkel hamarosan találkozhatnak a miskolciak. A Debreceni Egyetem építészmérnöki karáról több mint 15 diák és 4 tanár érkezett a kampusz egyhetes építőtáborába, amelyet idén Miskolcon tartanak. A diákok a tanárok segítségével 3 installációt készítenek, amelyeket majd a Mélyvölgy területén láthatnak. Tulajdonképpen az volt a tőmondat elsőnek, hogy itt platókra van szükség, tehát olyan sík felületekre, ahol egy pillanatra meg tud állni az ember, ha borongoló volt, akkor le tudják tenni a poharakat, a bort, le tudnak ülni, mert mindig ebből van hiány. Tehát azt lehetett látni, hogy itt talán erre van szükség, és 3 olyan helyszínt találtunk, ahol ezt meg tudjuk úgy valósítani. Tehát tulajdonképpen installációkat építünk fából. A Debreceni Egyetem építész hallgatói a nyári tábor kezdete előtt 2 szemeszter alatt is terveztek, dolgoztak az installációkon, amelyeket a táborban 1 hét alatt készítenek el. Ez egy szuper lehetőség, mert azt hiszem, ez semmelyik másik képzéssel össze nem vethető az, hogy valamit megálmodunk, megrajzoljuk, megalkotjuk, és akkor itt vagyunk most nyáron, és összekosszuk a kezünket. A tervek szerint az elkészült köztéri installációkat szombaton adják át, majd hivatalosan.